Tisztelt jelenlévők, barátok, ismerősök, diákok, tanárok és támogatók! A bevezetőben a Rotary Nemzetközi Szervezetének indulójából hallhattak részletet. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Horváth Lea vagyok, a Pécsi Bártfócai Általános Iskola tanulója. A Pécsi Rotary Klub és intézményünk tisztelettel és szeretettel köszönti Önöket a Rotary Pécs Advent jótékonysági programja alkalmából. Már 7. éve szervezi a klub ezeket a rendezvényeket, most kissé szokatlan módon, nem a Pécsi Széchenyi tér ünnepi hangulatában öltözve, hanem itt az online térben, mert a koronavírus járvány nem tette lehetővé a program hagyományos keretek között való megszervezését. Néhány szót szólnék a Rotary-ról. A Rotary 1905-ben alakult az Egyesült Államokban, és olyan világszervezet, amely különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot, készek segíteni embertársaikon. Szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek, arra törekednek, hogy a világban terjedjen és erősödjék a megértés, a jó szándék és az egymás iránti szolidaritás. A szervezetnek világszerte 1,2 millió tagja van, hazánkban 1200 tag dolgozik 52 szervezetben. Pécset 1928-ban jött létre a szervezet, olyan kiváló pécsi polgárok szervezésében, mint Matyosovszki Zsolnai Tibor, Hamerli József, Vasvári Ferenc, Ritke József, avagy Enc Béla egyetemi rektor, aki a magyarországi Rotary klubok első kormányzója is lehetett. Magyarországon a II. Világháború megszüntette a civil szervezetet, és csak 1991-ben sikerült újjáalakítani. Azóta a Rotary Klub Pécs folytatja az alapítók eszmeiségét, a barátság, a jó szándék, az egymás iránti szolidaritás és a közösségi szolgálat eszmény szerint végzi tevékenységét. Ezúton szeretném megköszönni tanáraimnak, az iskolának és a Rotary Klubnak, hogy idén ezt a megtisztelő díjat én kaphatom. A hagyományos jótékonysági tevékenység elsősorban a tehetséges, jó tanuló, ám de szerényebb körülmények között élő fiatalok támogatásában valósul meg. A klub immár 7. éve szervezett adventi program során minden nap egy tehetséges, jó tanuló, szorgalmas diáknak és annak családjának ad át 100-100 000 forintos támogatást, így teremtve boldogságot a karácsony várásában. A támogatási program több millió forintos keretösszegét a város kis- és középvállalatai, vállalkozásai és önzetlen polgárok által felajánlott magánadományok teremtik meg. A támogatásban részesülő diákokat az iskolai közösségek választották, a jelölteket a Rotary Alapítvány kuratóriuma fogadta el. Ebben az évben iskolánkból Horváth Lea 8. osztályos tanuló részesülhet a támogatásban. Leát 5. kora óta tanítom, akkor került az osztályomba. Első perctől kezdve megbízható, együttműködő tanítványom, akire mindig lehet számítani. Közösségi munkája kiemelkedő, osztálytitkárként, illetve helyettesként kisvezetője közösségének, társainak, akik hallgatnak rá. Tanulmányi eredményei kiválóak, szorgalmas, érdeklődő, motivált kislány. Céltudatos, érett gondolkodású, minden feladatot pontosan, kifogástalanul végezel. Társaival kedves, segítőkész, türelmes, támaszt nyújt a gyengébb tanulóknak. Nagyon tisztelettudó, fontos számára nevelői véleménye és értékelése. Példamutató magatartása, szorgalma követendő lehet minden diák számára, ezért is gondoltuk úgy a kollégákkal, hogy ebben az évben Lea érdemli meg leginkább a Rotary díjat. A támogatás lehetőségét a Renét Kft. Biztosította a Rotary Alapítványnak nyújtott támogatásával. A másik tanuló, aki ebben az évben iskolánkban részesülhet a Rotary Klub támogatásában, Borbás Jászmin, 8. osztályos diák. Jászmin osztályunk kitűnő tanulója, nagyon büszkék vagyunk rá. Szerény, csendes kislány, aki munkáját mindig pontosan, lelkismeretesen végzi el. Meghatározó, központi egyénisége közösségünknek. Társai felnéznek rá, példás magatartása és szorgalma, kitartó munkája, húzóerő a többi diák számára is. A sport területén is szép eredményeket ért el, amelyek szintén akarat erejének, alázatos munkájának köszönhető. A Bártvában eltöltött közel 8 éve alatt Jászmin végig kitűnő tanuló volt, több tantárgyban teljesített dicséretesen, sport és tanulmányi versenyeken szerepelt sikeresen,
melyek egy iskolán hírnevét öregbítette. Mindezért tartottuk Jászmint alkalmasnak a Rotary díj elnyerésére. A támogatás lehetőségét az izraeli B.B. Tuskus Társaság biztosította a Rotary Alapítványnak nyújtott támogatásával. Tanulótársunk tiszteletére iskolánk következő műsort állította össze, melyet önöknek és minden embernek kívánom békés, szeretetteljes karácsonyt. Andrew Pennyk a karácsony. Olvad az első hó, csupa sár minden. A szánkó is még a padláson pihen. De a télen reggeltől fenyőfa áll, s minden ára csillogó tisztre vár. Az ablakokban este gyertyák égnek, s az emberek szemében titkos fények. Szájukon mosoly, kezükben csomagok, emlékeik közt régi karácsonyok. A faluban szentsengők hangja szádas, s megszaporodtak a mikulások. A gyerekek is most egy kicsit jobbak, s aranyos furcsa leveleket írnak. Karácsony jön, és bekopog csendesen. Varázsától megváltozunk hirtelen, s olvadhat az első hó, minden csupaság, a szeretet most már a szívedben jár. Csillag, vándorcsillag, három bölcs fölött, reményt hozott, s reményt adott, míg őrködött. Aztán fénye elhalványult, de ha akarod, minden évben decemberben újra felragyog.